Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifkó Krisztián, vagyis Mujó. Mi ez az iszonyat nagy újítás? Mi ez, hogy vagyis? Hát figyelj, haladni kell a korral, fő a változatosság gyönyörködtet, mint mondani szokás. Azt hittem, azt mondta, hogy sütni vánc a sütőporral, mert annak volt ez a szlogenje. Nem. Kérdezhetek? Nem. Nem. Kérdez persze. Tudom, mit akkor akar kérdezni. Akkor nem kérdezem meg, hogy mi történt veletek. Velem ezt az történt, hogy lebasztalak N plusz egyszer, hogy miért vagy ennyire... miért vagy ennyire nem spontán, és most ezért akarsz így puncsolni. Kedveskedik. Minden skála árul. Fifika visszavág. Na, mi történt veletek? Szintet léptünk ezekkel a hangeffektekkel. Nem tudtam, hogy mondják olni, beszélni, mert végre vépeltem. És ennyi. Körülbelül, hát te majd tényleg meg... azt mondtad, hogy nem tudtam, hogy mondják olni, beszélni? Nem tudom, ezt ki fogom vágni, és úgy fog kinézni, mint hogy te lennél a hülye. Oké. Okay. Én próbáltam túlélni ezt a rohadt majdnem 40 fokot itt a lakásban, úgyhogy szerintem 4 napig ment folyamatosan a klíma, és a folyamatos csörte a párommal, hogy most tulajdonképp meleg van, vagy tulajdonképp fázik, és voltak olyan fura helyzetek, hogy ment a klíma, és ő takaróban feküdt kint a kanapén, mert kifújja a szemét a szél. Lecsukja be? Hogy alszik? Nem, hát néztük közben a sorozatot. Ja. Akkor egy ilyen búvár szemüveg ilyenkor segít. Vagy egy ilyen vegyvédelmi szemüveg. Igen, és azt tudná használni a hagymapucoláshoz is. Ugye? Na, két legyet egy csapásra. Nekem én sokkal, de sokkal. Ja, mondjad. Ja, nem. Ne, mondjad, mert az enyém hosszú lesz. Jó, rendben, akkor én rövid leszek. Nekem nagyon nyugis hetem volt. Egyedül ez a nagy budapesti vihar kavarta föl egy kicsit az állóvizet, meg a 40 fokot itt is. Szó szerint. És behordtam akkurátusan a vihar előtt, mondta az Index ugye, hogy ilyen 3:30-4 fele érkezik, úgyhogy 3-kor elkezdtem az erkéről behordani az összes növényt, hogy ne verje el őket a jég. És ennek az lett a vége, hogy kb. Mint egy ilyen tornádónak a tölcsérébe lettem volna, mert körülöttem az egész várost ízekre szedte basszus a vihar, de így az út túloldalán a ligetben ilyen két embernyi faágak leszakadva, meg ilyesmi. Az nagyon durva volt. És nálunk esküszöm, semmi. Egy kicsit fújt a szél, és így szemerkélt az eső, és semmi nem történt. Az a fura, hogy én is pont éjszakára berendeltek, ilyen este 10 körül dolgoztam, és ilyen 9:30 körül jártam arra a Dózsa-György környékén feléd, és már gyanús volt, de aztán leesett, hogy hát azért állnak vészvillogóval a trollik, mert hát hisz a felső vezeték leszakadt. És ugye ezzel a Waze nevű applikációval szoktam közlekedni, hogy elkerüljem a dugókat is, és a Kóskároly sétányon, mikor azt látod meg értesítésben, hogy árvíz. Mondom, mi a fasz? Honnan? Hogy a szecska öntött ki, vagy a csónakázó tó, az van, vagy 40 centi? És ez hogy sikerült földúzasztani, úgyhogy a csónakázótó vízszintje meg az út között van durván egy olyan 6 méter. Mondom, itt mindenre föl kell készülni, ablakok fölhúz, gomb lenyom, hogy túléljem, és aztán kiderült, hogy tudod, van az út szélén egy olyan kis pocsolyás rész, ahol összegyűlt a víz, és végül is az lógott be az útra, és valaki ezt bejelölte árvíznek. Sorvadjon el, én meg nem tudtam már mire gondoljak, de... Végül te meg már átváltottad a járművet 2-5 üzemmódban. Igen. A légszűrőt azt applikáltam volna rá, azt a tetőre szerelhető részt, hogy onnan szívja a levegőt, nehogy elakadjak, megdögöljek a rohadt nagy árvízbe. Hát meg ugye azért a letört ágak végig az Andrásin az default volt, tehát azért ott óvatosabban kellett közlekedni. De érdekes tényleg, mindig így van, hogy beadják, először ugye volt az egész országra kiterjedő, nem, én mindig keverem ezeket a fokozatokat, mert az égési seb, meg a,
meg a vihar fokozat, ez pont keverve, fordítva van. Az egyiknél az egyes a legdurvább, a másiknál meg a hármas vagy a négyes, mit tudom is én, hogy van. És először ugye volt a hőségriadó miatt az egész országra vörös figyelmeztetés, aztán mikor ezt mondtad, hogy jön a vihar, akkor dupla vörös figyelmeztetés volt, mert a vihar miatt is, meg még a hőségriadó miatt is. Tripla leszúrt vörös figyelmeztetés. Plusz jégeső hóvihar. És a jégesőből nálunk semmit nem tapasztaltam. Volt egy nagyobb zuhi, az körülbelül egy negyed óra volt, és utána az, amit a Krisztián mondott, és mindig ez van, hogy mi egy ilyen tölcsérben lakunk, ahogy Krisztián is mondta, mert ugye itt a Dunakeszi reptér mellett gondolom úgy mozognak a meleg levegők, hogy így valahogy így kitolják az esőfelhőket, és amikor én jövök nagy zuhiban haza, vagy megyek melóhelyre, úgy örülök neki, hogy na most végre nem kell locsolni, mert szakad az eső, és hazaérek, és csontszáraz minden. És most is ugyanez volt, megyek befele, sehol nem láttam vihart, hát láttam a leszakadt ágakat, meg a tököm tudja, de konkrét szakadó esőben nem sikerült mennem, pedig az autót le akartam mosatni. Ingyen. Úgyhogy hát ennyi volt nekem a sztorim, és természetesen bementem blindre, úgyhogy egy ilyen két órás autókázásom volt, mert végül is nem úgy jött össze az éjszakai munka, ahogy kellett volna. Vakriasztás. Hát én szerdán a magánrepülővel Csíkországba repültem. Na, emészte a picsába. Most komolyan? Akkor persze. Arad repülőtér, és azt gondolod, hogy Romániába, ha repülsz, akkor nem kell neked ilyen mágnes kapukon, meg minden szarokon átmenni, hát de igen. És úgy kipakoltatott a román, hát nem tudom, mi az ott, határőr, vagy repülőtérőr, vagy nem tudom mi, hogy így sorba rakta az összes kazánt, az összes akkumulátort, az összes likvidet. Nagyon lutomba így nem néztek meg. Hú, komolyan. Ez szavunkat ne felejtjük majd, hogyha befejezted, Fifika, ezt még mondjál ennyit vissza tényleg csak, hogy repülőtéri ellenőrzés. Voltak érdekes kommentek a Facebookon már megint. Úgyhogy láttam a kistáskám röntgen képét. Tehát így álltam a fickó mellett, és így néztem, hogy mi a picsát néz a két törő közön, meg a három pár zoknin. Na mindegy. Aztán kiderült, hogy a kis repülőgépnek a pilótája az egy órával elnézte a repülési tervet, úgyhogy egy órát ültünk én a kifutón. És felszálltunk, és 20 perc múlva hallod azt a mondatot, amit nem akarsz hallani pilóta szájából. Kérem, csatolják be öveiket, légörvény következik. Nem, azt mondta, hogy bazd meg, valami nagyon nagy baj van. Menj a faszom, bocsánat, komolyan? Komolyan. De várjál, már térjünk vissza, most tényleg ilyen kis, mit tudom is, 4-5 személyes géppel mentetek? Egy amerikai kis géppel repültem, egy 3 személyes kis géppel, nagyon kis barátságos cucc volt. Az se volt biztos, hogy egyáltalán el tudunk repülni, mert amikor jött a gyerek, már frászt kapott, mert ez hátsó kerekes gép, és ezek füves pályán tudnak leszállni. Várjál, az a hátsó kerekes, hogy elől kettő, hátul egy? Arra gondolsz? Igen, és a hátsó kerék a kormányzó. Igen, 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 aha. És ezek füves pályán tudnak leszállni, és akkor tudod, jött Aradra, és bejelentkezett a toronyba, hogy és akkor használna a füves pályát, és mondták neki, hogy negatív. És előtte megnézte a YouTube-on az összes fölborulós videót, amit ezzel a géppel betonon produkáltak. Jaj. Én ezt nem akarom elhinni a lelki személyem előtt, az van, mint a Balú kapitányban, ott voltak ilyen gépek. Hát majd küldök át képeket. Na és akkor lényeg az, hogy 20 perc után mondja, hogy valami baromi nagy baj van. Ó, mondom, mi a baj? De hát mondjuk én vitorláztam, tehát nekem így önmagában ez a repülés azért nem vert földhöz. És mondja, hogy kigyulladt a töltés, visszajelző, hogy nincs töltés. Tehát nem megy a generátor a gépbe. Úgyhogy nézzünk valahol leszálló helyet, és abban a pillanatban így oda nyúlt a navigációs
konzol képernyőjéhez, így meghúzta az ujját, és lefagyott a full navigáció. Menj a faszomba! Tehát azt mondtam, hogy ilyen ez valami akkor, film, nem van? Várjál, és akkor képzeld el, hogy én elővettem a Samsung telefonomat a... Takarodj! Izével a Sidekick-kal, ő elővett az ő telefonját a Google Earth-e, érted? Te hülye, és azzal navigáltatok. És azzal kerestünk repteret. Menj a picsába. Egy olyan 5 perc után találtunk ott egy ilyen kis füves repülőteret, ami nem volt tele szalmabálával. Leszálltunk, kijött a fickó, egy ember ott valami jót volt ezen a repülőtéren, kijött, akkor ott elbeszélgettek, hogy mi a baj, vagy mi lehet. Beindította a gépet, jó volt a kijelző, megcsodáltuk a hangárját, meg volt egy MiG-25-ös kihúzva a fűre. Tehát le van fényképezve, tehát nem kamu. Na és akkor fölrepültünk, mentünk egy olyan 5 percet, újra kigyulladt a lámpa, hogy nem jó a töltés, és fölhívott valakit, aki persze nem vette föl, hogy így... Várjál, mi az, hogy fölhívott valakit? Fönt telefonált közben? Igen. Beszarok. Igen. Fölhívott valakit, hogy lehet-e így tovább menni. És akkor egyszer csak rájöttünk, hogy bizonyos motor teljesítmény fölött gyulladt ki ez a lámpa. Tehát ott valami a töltése. De azzal a teljesítménye meg nem tudunk fölmenni repülési magasságba. És hát annyira alacsonyan mentünk ott így a hegyek, dombok között, hogy az irányító tornyokat hiába hívtuk, senki nem vette le. És akkor egyszer csak hallunk egy ilyen karcos hangot, hogy na, valaki a rádióba beszél, mire kitisztult a hangja, ezt hallottad románul, hogy katonai légtér ellenőrzés. Tiltott légtérbe repülnek. Utolsó figyelmeztet. Igen. És már csak azt látod, hogy melletted a vadászgép billegteti a szárnyát. Azt hittem, meghalok, érted? Mondja a srác, hogy hát az a helyzet, hogy a navigációnk nem egészen pontos, és hogy egy órát megcsúsztunk a repülésre, és tudja, hogy 10 órától ezt ugyan lezárták, de azt hitte, hogy jó, hogy abban a folyosóban repülünk, amiben kell, és akkor mondták, hogy nem, menjünk Déva irányába. Na most két telefonnal én navigáltunk Déva felé. Hihetetlen volt, úgyhogy aztán végülis, hogy mondjam, tehát így az út további része az egészen jól alakult. Egészen addig, amíg meg nem láttam Csíkba a repülőteret, ami egy ilyen dombnak a gerincén volt, az egyik felén szakadék, a másik felén erdő. És háromszor repültünk rá, mire le tudta abban a magasságban, meg abban a sebességben hozni a gépet, hogy lebírja tenni. Úgyhogy ne, hát az nem semmi volt. Na mindegy, megcsináltam a dolgomat, amit meg kellett, és akkor hazafele meg a korona nemzetközi vonattal jöttem, tehát amíg utaztatok hálókocsis vonaton Romániába, akkor az valami eszméletlen. Tehát azon aludni, vagy bármit csinálni... Az hálókocsi volt, vagy kusett? Hát én nem tudom, hogy... A kusett az, amikor tulajdonképp hatan ültök bent, nem, és nem, aztán nem, itt nem, le lehet nem, hajtani. Nem, két ágy volt bent. Ja, hát az már puccos volt, aha. Két ágy volt bent, hál' Istennek egy magam voltam a hálófülkébe, de hát nem lehetett aludni. Tehát a román vasúton a sín közti dilatáció az azt jelenti, hogy egy sín hiányzik, tehát hogy minden második van lerakva, az akkorákat koppantunk meg. Hihetetlen volt. Figyeljetek, már látjátok. Magyarországra már bírta aludni, csak ugye ez hajnal, tehát este 7:30-kor indultam, hajnal 4-kor a román határ, 16:30-kor a magyar határőr megy rajtad végig, és tudom én, 21:30-re értünk be a keletibe. Ez kicsit furán jött ki ez, hogy végig megy rajtad a határőr, de mindegy, te tudod. Hát nem a szörnyű, én is aludtam ilyenen, és mire éppen aludnál, rátépi valamelyik országnak a kalauz, passportkontroll! Nekünk általános iskolában volt az utolsó évben
Bulgáriába mentünk, és ugye mentünk át Románián is. És az első mondat az az volt, hogy ha Romániába érünk, akkor az ablakokat húzzuk föl és zárjuk be, mert hogy a koldusok kilopnak azon keresztül mindent. A másik, azt hittem a vámpírok ellen. Nem, a másik nagy élmény meg mikor ugyanez volt, hogy magyar-román határ, és átmentünk hajnalban, és arra ébredsz, hogy gyerekeket paterolnak le a vonatról, mert hogy az útlevelek nincsenek meg, mert az a tanár, akinél az 40 útlevél van, az két kocsival hátrébb van, ők meg előről indultak, és tudod, a gyerekek nem beszélnek se románul, se angolul, menjél a vonatról, fehér zokniban állunk a peronomba az meg, Romániában, és aztán a tanár hátulról lóbégat, hogy paszport, paszport, itt van nála, és akkor odaadott neki egy paksamétát, na, amit utána szépen elkezdtek kiválogatni, hogy ez a tied, az a tied. Fú, kemény volt. De mégis mit gondoltak, hogy jóléti magyar gyerekeket csempésznek Romániába? Vagy? Lehet, hogy szervkereskedők visznek egy nagyobb tételnyi vesét, élőt. Jaj. Na szóval erről a fifikás repülőgép sztoriról nekem tényleg, ahogy mondtad, Indiana Jones ugrott be, mikor hátul vannak, tudod, a fémládákban a tyúkok, és elkezd a repülőgép zuhanni, és akkor a tyúkok így össze-vissza ugrálnak, szállnak, és láttad valahol az ejtőernyőt? Hatalmas nagy ordibálás, közben elől meg tartja a pilóta a kart, így rászkódik, és közben elkerüli a hegygerincet, így éppen, hogy súrolja a kerék. Hú, nem lettem volna a helyedbe. És akkor igen, most tartsd egy kicsit a botkormányt, megforrasztom az elektronikát. De hát ez zseniális, hogy és akkor ezek után merje nekem valaki azt mondani, hogy a repülés biztonságosabb, mint a vonat. Hát ugye a kollégámat meghozta csíkből reggel a radra, az meg nem tudta, hogy mi van ott a lábán, azt tud, így kényelmesen betámasztott, érted? A srác meg egész úton trimmelt a repülőt, mert ez a valamelyik kormányt nyomta lefelé. Bazd meg. Jó Istenem. Ez szürreális élmény. Csak annyi hiányzott még, amikor így ketten így izzadó homlokkal álltok Pápua Új-Guineán a homokos tengerparton, és nézitek a Google Maps-et, hogy valahol nem jó fele fordultatok. Nem, de tudod úgy, hogy egyik keze csípőn, másikban a telefon, nézik így össze, dugják így a fejüket, és közben így vakarják, hogy hol a picsába vagyunk. Basz meg, zseniális. És milyen lett volna ott menet közben, csak annyit mond, újra tervezés. Tehát az állandóan azt csinálta az autós navigáció, egy pittyeget, hogy most jobbra, most balra. Hát igen, mert mondjuk egy ilyen repülős navigáció az egész más, hogy áll, mert mindenféle érintési pontokkal, meg magasság pontokkal. Hát egyrészt meg az ilyen lezárt légtereket mutatja hát neked, meg az időjárás, meg a torony hatósugarakat, hogy melyik tornyot hol tudod elérni. Tehát elég sokat kell rádiózni azért közben, amíg odaérsz. Úgyhogy hát érdekes volt, na. Szó, ami szó. Ittam csikisört, amit a helyneken megperelt. Azt olvastad ma, hogy megnyerte a pert a csiki. Hát azt nem tudom, hogy ez most ez éppen milyen olvastam. Fokon állnak egyébként. Úgyhogy megnyerte. Megnyerte? Tehát ez igen. Most már mert ugye, ha magyarként abszolút nem érted, mert a helyneként azt úgy írják, hogy ci uc, az ugye csuknak ejti a román, erre meg az van ráírva, hogy eredeti, az nem, igazi csíki sör. Tehát névazonosság ugye nem lehet, de hát a csuk az csiket jelent románul, és valószínűleg innen jött az egész. Amúgy nem egy nagy szám, tehát egy aránylag kesernyés pilzeni sör. De az tény is valahogy megnézem a saját képemet, 1540 óta főznek ott a szerzetesek sört. Csíkszeredán. Az nem kevés. Hát nem, de maga a polgári sörfőzés az valamikor 1800 valahányba kezdődött egy testvérpár. És az épület, a sörfőzde az a mai napig megvan Csíkszeredán, uh-huh. Amúgy. De egyik se ott van, tehát ennyi. Krisztiánnak közben valami történt, mert lehullott.
az égboltról, illetve az internethálóról. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ja igen, visszatérve erre a repülős sztorira, beleszaladtam egy kérdésbe, valaki valamelyik topikban kérdezte, hogy hogy lehet fölvinni, meg mit lehet fölvinni repülőgépre, és én belinkeltem, ugye volt nekünk erről szóló podcast adásunk, kihegyezve ugye a tengeren túli utakra, a TSA-ra, és a többi, és a többi. És megint az a fura helyzet állt elő, hogy bár te megmondod, hogy mik a tapasztalataid, de az nem úgy van, és az nem jól van, mert ő már többször több decit vitt föl a kézipoggyászában, és minimum 2,5 decit, és a kutya nem szólt érte. De én váltig állítom, és én úgy emlékszem, hogy Európában is ez a módi. Ez így van, mert a 200 millis mogyorókrémet kidobatták a lányommal, mikor jöttünk hazafelé. Olyankor nem dobálják, várjál, hogy Pivko Krisztián, megpróbálom megint behívni, olyankor nem dobáltatják ki, hogyha olyan járaton mész, ahol mondjuk Amerikában ugye a belföldi járatok, ahol nem adnak kaját. És ott először mi nagyon megszívtuk, mert ültünk éhen, hát szomjan nem mert inni, azért hoztak. De ott például volt, aki szépen elővette a kis szendóját, mint tudod, régen a vonaton Magyarországon, és kajáltak. Tehát ott ez teljesen oké volt, hogy a kapunál átvilágítottak, és látták a csomagodban, hogy chips vagy kaja, és akkor azt átengedték. Na de a Liquidhez visszatérve, én úgy emlékszem, és úgy tudom, hogy ez a szabály mindenhova vonatkozik, és mondta a srác, hogy jó, akkor ő szarik rá, mindent bebasz a nagy csomagba. Oda viszont aksit, még egyszer mondom, hogy oda nem lehet rakni. Tehát az akkumulátornak, a töltőnek, én minden elektronikai cuccot inkább kézipoggyászba rakok, és pláne az aksit, mert az aksi az veszélyes üzem a repülés szempontjából, tehát azért fölbontják a csomagot, és kibasszák a picsába belőle, tehát ez nem téma. Azt mondja, hogy e-cigi utaztatás repülőn, hogy ez benne legyen a show notes-ban. Ennyi. Ami az én kommentem lett volna a te kalandos repülésedhez. Annyit megteszel nekem, hogy mobilon megpróbálod fölhívni a Krisztiánt? Én meg addig persze nézegetem, hogy mi a... Hát volt még egy kalandom egyébként, mert abban a parkhotelben aludtam, ahol a medvék, illetve egy medve éjszaka megpróbált bejutni a kerítése. Arról van videó is valahol fenn a YouTube-on. De hogy próbált bejutni? Hát ott állt a kerítés, azt megpróbált átmászni rajta. Mi? És te láttad? Nem. Tehát abban a hotelben aludtam, ahol egy vagy két héttel ezelőtt egy medve megpróbált bemenni. Ja, azt hittem, abban aludtam, ahol egy vagy két héttel ezelőtt megevett egy embert. Nem, az nem. Tehát nem bírták már, meg senki nem vette észre, az éjszaka volt, csak a biztonsági kamera rögzített az esetet. Ma nézzük, Pivko Krisztián vajon fölveszi a telefonját. Kék halállal meghalt, azt írja nekem. Hát informatikusnak a gépe szar, cipésznek a cipője, Lukas. Addig, ez így van. Addig kitörölgetem a régi. Kék halálod van? Nem nekem, neki. Hát még mindig jobb, mint a piros vagy a fekete. Nekem szürke szokott lenni, illetve hát meken szürke van. Jó, várunk. Hello. Ja, hogy te föl is hívtad közben. Igen. Jó, mert nekem itt közben írt, mert ráírtam. Nem tudom, van-e még valami, vagy rámehetünk akkor a hírekre? Szerintem menjünk rá a hírekre. Jó, akkor hírek. Jaj. Megjött. Első hírünk. Megjött Krisztián. Éppen mondtuk, hogy cipésznek a cipője, Lukas. A továbbit nem folytatom, mert nem sértegetlek. Csak ha nem vagy itt. Hát köszönöm. Na, kezdjük akkor az aktualitással. Jó,
akkor én kezdeném rögtön azzal, hogy a harmadik ponttal kezdem, mert ebből is egy csomót szemezgettünk. Van ez a Flipboard nevezetű platform, ez létezik Androidra, iOS-re, és most már desktopra is úgy, hogy megnyitod egy böngészőben, és azon keresztül lehet mindenféle tematikus újságokat gyakorlatilag létrehozni, és valaki közben begerjed és becsörög, és annyit csináltunk, vagy csináltam csak gyakorlatilag, hogy létrehoztam egy e-cigis gyűjtő újságot, és arra bárki föl tud iratkozni, ez jó hülyén hangzik, ahova dobálgatjuk befele a külföldi linkeket, cikkeket, és gyakorlatilag napi frissítéssel hozzá lehet jutni a hírbetevőhöz. Majd ezt a linket be fogom rakni, lehet föliratkozni, és akkor tényleg mint egy magazint úgy lapozgatja az ember, és amelyik cikk érdekli, ezt meg megkattintja és elolvasgatja. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi lett volna ez a rész. Onnan is, nem is onnan is, hanem ott is megtalálhatóak azok a hírek, amiket mi nap mint nap, vagy hétről hétre beolvasunk nektek, de lényegesen többet fölrakunk oda. Igen? Nekem egy picit elmentél. Én? Uh-huh. Nem mentem sehova, itt voltam. Na. Krisztián, lehet, hogy Krisztián megint Reconnect-ben van, úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk inkább akkor azokra a hírekre, amiket te raktál be, vagy te találtál, aztán Krisztián majd becsatlakozik talán. Vagy nem. Vagy nem. Igen. Nem jött vissza Krisztián? Nem. Mondhatod nyugodtan a tiédet. Az a baj, hogy én egyet se raktam be. Az zseniális. Hogy mondod? Mondom, az zseniális akkor. Zseniális. De mondjuk addig is kommentálhatjuk azt, ami itt van. Ugye a Pfizerről már elég sokat beszélgettünk, mint gyógyszeripari óriásról. És most a Pfizer alelnöke tálalt ki újabban. Egyébként marha érdekes, hogy mindig van valaki, aki így kiborítja a gyógyszergyárak billijét. Virtuális billit, igen. Virtuális billijét. És Dr. Peter Rost, a Pfizer korábbi alelnöke, az, aki most a nagy igazságok megmondója. És hát nyilvánvalóan, hogyha valaki kitálal egy gyógyszercéggel kapcsolatban, akkor az olyan technikákról beszél, meg olyan eljárásokról, amit a többi gyógyszeripari cég is nagy valószínűséggel követ. És azt már ugye régóta tudjuk, hogy a gyógyszeripari kutatásoknak az eredményei, én azt nem mondanám, hogy hamisak, de hogy nagy mértékben kozmetikázottak, az szinte biztos, főleg, hogy a statisztikáról beszélünk, azt mindenki tudja, hogy a statisztikákat igen jól lehet hajlítani abba az irányba, amiben szeretnénk, hogy elhúzzon az adott hatóanyag vagy gyógyszernek a statisztikai mutatója. Illetve hát a legkönnyebb az, amikor olyan föltételeket teremtesz, lásd e-cigaretta és az égett e-cigaretta és a... Mit szeretünk, mi, Charlie? A formaldehidet? Igen, és a formaldehid
viszonya, tehát nagyon könnyű olyan föltételeket teremteni, hogy az adott kutatás az pozitívnak tűnjön, vagy az adott hatóanyag pozitívnak tűnjön, és hát erről most már nem csak írásban, hanem egy videóinterjúban is hallhatunk. Hát nagyjából ennyi a cikk, és nyilvánvalóan a párhuzam az e-cigaretta és a gyógyszeripari kutatások és az ahhoz fűződő statisztikák kapcsán az a párhuzam az itt felfedezhető. Tehát ha valaki azt akarja bizonyítani, hogy az e-cigaretta káros, akkor azt pillanatok alatt be tudja bizonyítani. Nyilván ennek a fordítottja is igaz, úgyhogy ezért kell olyan eredményeket közölni, ahol minden, de minden paraméter le van szabva az utolsó szögig, és akkor tényleg lehet látni, hogy az adott vizsgálat az mennyire igaz, vagy mennyire nem. Ezt támasztja alá az, egyébként az is, hogy ha megnézitek majd a flipboardos linkgyűjteményt, akkor körülbelül úgy néz ki, hogy 5-6 cikkenként van egy pozitív. Így sikerül, sajnos ennyi van. És ez mind azért is, amit te mondtál az előbbiekben. Igen, szóval hogy mondjam, ha olyan feltételeket teremtesz, amivel azt fogod bizonyítani, hogy az e-cigaretta ártalmas, ugye még mindig visszatérve a túl magas feszültségen és a száraz tankon végzett, hát nem tudom, hogy nevezhetjük-e kutatásnak, vagy mi ez, tudományos publikációnak az ilyen feltételek mellett való vizsgálódást, akkor nyilvánvaló, hogy tudod bizonyítani azt, hogy ez nem igaz. Csak ugye az a baj, hogy ilyenkor mindig kilóg a lóláb. Tehát egy épeszű vaper, tehát én legalábbis akkor nagyon sok emberrel beszélgettünk erről a témáról, és mindenki mondta, hogy hát ez egy baromság, hát szívhatatlan, hát ilyet nem fog egy normális ember a tüdejébe ereszteni, hát nem is tud. Tehát, hogyha végig gondolod a hatásmechanizmust, akkor annak köhögés, krákogás, meg nem tudom én mi a vége, tehát egy sluknál többet abból le nem tudsz tenni. Az biztos. Na, megjött Krisztián. Megint csak csöndbe voltam. Ó, de rendes vagy. És akkor hát gyakorlatilag ugye nagyon gyorsan megjöttek erre a cáfolatok, illetve egyből beleálltak a véperek abba, hogy akkor tessék az utolsó szögig megmondani, hogy milyen vizsgálati körülmények voltak, milyen feltételekkel, milyen áramerősséggel, stb. Tehát ezt másképp nem is lehet. Ezzel kapcsolatban, hogy ne csak mindig a negatív, egy pozitív hírt is épp olvastam, ez a tyblackman.com-on, hogy miért is jó választás, és most én direkt azt mondom, hogy jó, nem az, hogy jobb, miért jó választás az e-cigit választani, és pár mondatban összefoglalják, hogy miért is jó. Én is majd alá fogom ezt támasztani. Az első pont rögtön az, hogy a dohányzásra szánt összeg az lényegesen magasabb, szabad fordításban, csak tényleg, hogy kerek legyen a mondat, hogy lényegesen alacsonyabb, mint amit dohányzásra költenél. Pont direkt ezért letöltöttem én is a QuitNow nevezetű applikációt, amivel kiszámoltam, hogy amióta nem dohányzom, miért nem frissült ez egyébként? Miért nem frissült ez, hogy amióta... Nem lettél egészségesebb, mióta kitöltöttem? Egészségesebb lettem, csak a dátum nem stimmelt, most jó, és... Gyorsan még, mert én ilyen... Jajaj, az nem jó. Gyorsan javítom a cigaretta összegét is. Tök életes. Vissza. Igen.
azt mondja, hogy a megtakarított pénz, amit az az igazság, hogy tök jó lenne valami olyan alkalmazás, ahol be tudom állítani, hogy mondjuk e-liquidre mennyit költök, de nettó az, amit a cigi nem szívásával nyertem, az 1,5 millió forint idáig. És ha összerakom a cigarettázásra fordított időt, az 110 nap. Azzal a, gondoljatok bele, azzal a 10 perces cigikkel számolva. És 76%-kal csökkent a tüdőrák kialakulásának kockázata. És ez a döbbenetes, hogy több mint 26 ezer szál cigarettát nem szívtam el azóta. Az rengeteg. Kiszámolhatnál engem is, nekem most nincs kéznél ilyen alkalmazásom. Hát az mikor volt? Micsoda? Amikor te leszoktál, vagy átszoktál. Kérlek szépen, 2011. augusztus eleje. Körülbelül akkor, mert ez 2011. szeptember 15-öt írtam. Ja. De hát igen, akkor neked be kéne írnom... Azt a 80 szálat? Az egy nagyon durva, hát ezt ki kell próbáljam. Nem módosítok semmit, csak a szálakon. 80? Aha. És hagyom 1080 forinton, mert most kb. Annyi. Várjál, hát ne hülye vagyok, hány cigarettát tartalmazott? 19 szálas és 80 szál per nap. Atya úristen, Krisztián, mikor megyünk Barbadosra? Megtakarított pénz 6.300.000 forint. Oh. Dohányzásmentesen eltölt, az nem számít, el nem szívott cigaretta 111.000. Atya úr, ez Isten. És a kockázatom mennyivel és csökkent. És neked ez időben, ez négyszer, több mint egy év, amit dohányzással töltöttél volna. Mondjuk ez nem igaz, mert én gyorsan szívtam. Jó, de... én kérek elnézést. Akkor is 6.300.000, és belegondolsz, hogy amíg szívod és veszed, addig nem tűnik föl ez az összeg, de hogyha tényleg ezt dobnád egy persejbe, vagy egy befőttes üvegbe, hát ezzel kétszer megkerülöd a világot. Ez ilyen. Nyilván ez na nincs jó, de hogyha a most, igen, de hogyha most így hárman vagyunk, akkor hárman megkerülnénk egyszer a te pénzedből. Ez tetszik? Arra emlékszem egyébként, hogy amikor átálltunk itthon e-cigire, akkor már nem is tudom, hogy hány hónappal később, de elmentünk és vettünk egy ilyen lapos tévét abból, amit nem dohányoztam el. Igen. És azóta is azt nézzük egyébként, és azóta sem dohányozunk. A százalékomat mondjad, hogy hány százalékkal csökkent a tüdőroki. Szerintem ő egyébként, mármint hogy ez az alkalmazás, ez az időből következtetés, nem a cigarettából, mert ugyanúgy 76%. Fenébe. Annyi a különbség egyébként, mint említettem, nyilván a malacpersejben nincsen ott ez a pénz, mert elment, hanem Kingával beszélgettük már régebben, egy ilyen 1,5 évvel ezelőtt, hogy amikor én letettem, akkor nem ezeket az 1080-as árakon mentek még a dolgok, hanem ilyen 700 felé közelített a Sofi. 780. 780, 760 a körül mocorgott, igen, hogy egészen konkrétan ott tartanánk, hogy nem tudnám megvenni azt a mennyiségű cigarettát, amit korábban. Hát igen, mert akkor mondjuk, mennyit mondtál, 4 doboz? Az napi 5000 forint lenne. Hát igen, ez a világ pénze és a világ tüdeje nem elég erre. Na egyébként, hogy visszatérjek a cikkre, itt megemlítik még, hogy jobb lehelet, tisztább fogak, amit mindenki csak alátámasztani tud egyébként. Persze a szájápolást nem helyettesít, tehát hogy nem az van, hogy nem akarok fogat mosni, hagyjuk abba a cigit, és majd az elcigitő jobb lesz, nem, hát attól is büdös lesz a szád. Barátom, csak nem az a sárga fog szembe mosolyogni, csajozni is könnyebb szerintem így. Aztán megemlítik még az egészségi állapotot, ugye ez a agyon csépelt frázisok, hogy azóta felszaladok 10-szer a 8-ra, úgy, hogy nem köpöm ki a tüdőmet, meg jobb a vitálkapacitásom, meg mit tudom is én, de igen, ez tény, hiszen több oxigénhez jut a szervezet, hiszen a tüdőd tisztul, és nagyobb
az a tüdőkapacitás, ami meg tudja, vagy tudja cserélni az oxigént a szervezetedben. És utolsó pontnak pedig azt mondják, hogy egy sokkal jobb alternatívája, ugye, és itt is direkt az alternatívát mondják a cigarettázásra. És ennyi gyakorlatilag. Nem akarja megváltani a világot ez a cikk, de ugyanazokat, amiket mindenki saját magán észrevesz, ezeket most itt szépen összegyűjtötték. Én egy dolgot hiányolok ebből a felsorolásból, az egészségügyi hatásoknál, mert hogy itt a fizikai dolgokra hegyezték ki a dolgokat, és azt viszont nagyon ritkán említik meg, de ez is hozzátartozik szervesen, a pszichológiai pozitív hatás. Tehát a dohányzással eltöltött hosszú-hosszú évek után, amikor az ember végre megszabadult tőle, az egy akkora a legtöbbünknek, akkora felszabadulási élmény, akkora önbizalom és morál boost, hogy sikerült, mekkora achievement, hogy föl se tűnik az embernek, de múltkor találkoztam egy cikkel, ahol erre a felére is rátértek, és igen, elgondolkoztam rajta, hogy basszus, ez tényleg így van. Meg se fogalmazódott nekem menet közben az évek alatt, de tényleg. Mindenki, aki leteszi, az azért kipipálat egy ilyen nagy pipát, nagyon. Hogy én egy kicsit mindig úgy érzem mostanában, amikor előveszem az e-cigit emberek között, hogy már egy kicsit azért így is furcsán néznek rám, tehát meg tudod, hogy mindenhonnan kipaterolnak itthon, mert ne szívjad, mert ez majdnem olyan, de mégse, de akkor se. Úgyhogy ezért vegyesek az érzelmeim, de hát leszarom, hogy ki mit gondol, ha nekem pozitív a történet. Ezt még nem csináltam meg effektbe, de meg lesz történet. Úgyhogy ennyi volt a miért jobb választás az cigi. Igen, csak épp most raktam össze egy szóróanyagot, és abban kitértünk erre is az egészségügyi előnyökre, és a jogászok azonnal betrólkodták. Tehát nem írhatod le, mert mi van, ha egyszer valaki elkezd azért perelni, mert neki nem lett jó. Hát persze, sokszor kibeszéltük, igen, hogy ilyeneket nem mernek, ezért nem áll ki az orvos sem, és mondja azt, hogy... Oda kell vigyázni a mondat elé, hogy a fogyasztói visszajelzések alapján. Ennyi. Vagy hogy in my humble opinion, vagy bármi mást, amivel azzal azt sugallod, hogy igen, ez a te nézőpontod, és ahogy mi is mindig mondjuk, ez a mi véleményünk, mert ez egy vélemény podcast. Fuck yeah. Yeah. De ezt leírhatod, mint forgalmazó, vagy szerinted? Hát mint forgalmazó nem, de mint e-cigi élvező használó kijelentheted, hogy... Igen, csak ez egy céges szóróanyag. De szerintem, mint forgalmazó azt leírhatod, hogy használóink a felhasználók visszajelzései szerint. Alapján. Igen. És ennyi. Uh-huh. Jó, hát ezt megfogadom, mert már csak ezt a részt kell átfogalmaznunk, és akkor megy nyomdába az anyag, csak még ezen tanakodtunk, hogy hogyan domborítsuk úgy ki az előnyeit, hogy ez abból ne legyen a végén per anyag. Mert ugye manapság már minden éperelnek. Ha hiszitek, hanem még egy Facebookos megnyilvánulásért is. Ó, hát az zseniális volt. Én azt hittem, hogy rosszul látok. Valakinek nagyon sok ideje van. Tehát azon én is így elmélkedtem és álmélkodtam. Eszembe nem jutna soha egy Facebookos kirohanási bíróságra menni. Illetve hát, bíróságra citálni valakit. Vagy hát most tök mindegy, hogy minek veszed, de hogyha ezek így elszaporodnak, érted, akkor a bíróság az tele lehet ilyen. És azt írta rólam a Facebookon, de tessék megnézni a képernyőmentésem. Hát ez a tipikusan mindig azt mondják, tudod, hogy a tyúkperek. Kész. Igen, mert a magyar bírósági ügyintézés az úgy pörög alapvetően, és úgyhogy baromi sok szükség van még ilyen.
ilyen látszat ügyekre. Na, ugorjunk. Krisztián, mit hoztál nekünk? Én már a Pfizerről beszéltem. De én még... Igen, arról én lemaradtam a Redmondi kék haláló miatt sajnos. Csak a végére értem ide. Várja, mint Chuck Norris. Kétszer. Mint Chuck Norris. Hát ő is kétszer mindent. Te is kétszer haltál kéken. Kétszer. Ez számolt a végtelenig és vissza. Szóval friss hír jött, hogy egy külföldi zenész úriember elkezdett elcigizni, és azt a hatást tapasztalta, hogy átmenetileg megsüketült a bal fülére. Úgyhogy Nosza Utsu neki el is ment az orvoshoz, ahol azt sikerült kisilabizálniuk, hogy bizonyára az elektromos cigarettában lévő propilén-glikol az, ami miatt neki átmenetileg elment a hallása, mert hogy külsőleg alkalmazva, innentől kezdve nem értem a történetet egyébként, külsőleg alkalmazva propilén-glikol mérgező lehet a belső fülben található idegsejtek számára. Várj egy picit. Fussunk ennek neki még egyszer, tehát a fülébe csöpögtette a likvidet? Nem, ezért rendkívül fura. Ő egy ausztrál zenész, Rob Swire egyébként, és a Twitter accountján posztolgatta az élményeit ezzel kapcsolatban. Nem, ő csak elcigarettázott, és ezt vette észre, hogy egyszer csak elment a bal fülére a hallása. És valóban lehet, utána nézett ilyen kis kutatási anyagoknak, meg minden, és azóta ott erőteljesen reklámozza, hogy óvatosan az elektromos cigarettával. Nagyon agresszíven kezdte egyébként a hozzáállást a dologhoz, aztán egy kicsit visszavett, és mondja, hogy aki a füléből él, az figyeljen oda ezekre a dolgokra. Minden esetre talált valami kutatási anyagot, ami erről szól, hogy külsőleg alkalmazva a propilén-glikol valóban a belső fülre gázos lehet, illetve a kommentjeire érkeztek mindenféle élménybeszámolók, mások is írták a Redditről is, meg mindenféle egyéb helyekről, hogy igen, neki is zúgott a füle, eldugult a füle, és amikor abba hagyta a vépelést, akkor elmúlt. Ezzel én azt akarom mondani, hogy egyrészt egyik oldalról megközelítve, ha nem öntöd a füledbe, akkor... ez nem külsőleg. A másik oldalról meg megnézve, ugye a fülor gége az nem véletlenül van egybe, tehát ott alapvetően ezek így mászkálnak ezek a dolgok ott a fejedben, de ennek ellenére is nagyon-nagyon fura az egész kóceráj. Velem ilyen nem volt, nem tudom, veletek volt ilyen pla is, hogy a hallásotokon tapasztaltatok valamit? Nem. Na, nekem az a véleményem az egészről, hogy amit az előbb is mondott Fifika, hogy bárhogy meg lehet bármilyen hírt vagy kimutatást tekerni úgy, hogy abból az jöjjön ki, amit te szeretnél. Ez nekem semmivel sem több, mint egy gyenge, blikkes vagy tököm tudja milyen hír, hogy mit tudom is én, elveszítheted a lábad, ha a sínre rakod, mikor jön a vonat. Tehát ez körülbelül ilyen, nem életszerű számomra, hogy likvidet csöpögtetek a fülembe. Nem ott használom. Nyilván nem. Mit szeretnék ott megtapasztalni, hogy átcsorog-e az eusztak kürtömön keresztül a torkomba, mondjuk? De nem öntött levest a fülébe. Azt persze. Csak viccből mondom. Nem tudom, nekem is úgy tűnik az egész, tehát, hogy ez nem perdöntő bizonyíték, itt nem hangzott el ebben a történetben, ez egy feltevés, meg ugye meg se próbálta, mert nem tudott róla, hogy lehet variálni a VG-PG arányt, hogy akkor tovább tolja csak VG-vel, mert igazándiból bármi történet, az ember hallásra zokszó nélkül elmehet, és visszajöhet, úgyhogy az is lehet, hogy ez egy szerencsétlen véletlen és egybeesés volt, és pont akkor letette az elcigit is, és akkor most ezt mondja. De engem érdekelne, mert hogy közvetlen összefüggést hitelt érdemlően nem tudtak felmutatni, hogy valóban a propilén-glikol károsíthatja az ember hallását. Valami ilyen szőrmentén dokumentum van ezzel kapcsolatban. Viszont hát ugye az aeroszolos inhalátorokban évtizedek óta a propilén-glikol a vívőanyag, és
Tehát nem kerek a dolog, nem áll össze a kép nekem. Sem. Itt vagy, Fifika? Itt vagyok, ez egy fizetett... nem? De figyelj, egy jól menő zenésznek mi szüksége lenne arra, hogy ezért fura? Elmondja, tehát... most jelenik meg biztos az új albuma. Jó. Ez az a dal, amikor megsüketült az elcigitől, emlékszel? Töltsük le gyorsan. Egyébként ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy azért meg kéne nézni, hogy a kettő milyen összefüggésbe lehet egymással, mert tudod, ez a nagyon sok szó van ilyen, mit tudom én, szervizelsz, és akkor állítják, hogy de ez azóta olyan, amióta a Napbal felé ment le, és semmi köze a kettőnek egymáshoz, csak egy tök véletlen egybeesés. Én is erre tippelnék. Ez is lehet. A cikk, ami ezt így taglalja, azt a konklúziót vonja a végén egyébként, nyilván ez egy gőzlér oldalról megközelített cikk, hogy az alternatíva, hogy visszamész a dohányzáshoz, ami ugye tudjuk, hogy lényegesen rosszabb, és ráadásul a dohányzás is károsíthatja a hallást, és ott legalább közvetlen összefüggéseket sikerül találni. Úgyhogy az se jó. Sajnos elhamarkodottan elkapkodta ezt a posztot a zenész úr, én úgy érzem, mert tényleg körbe kellett volna járni ezt akkor végével, csak végével nézni, hogy mi van. De nyilván ő meg, ha helyébe lennék, akkor én se tökölnék, hanem frászkapnék, hogy bakker, megsüketültem zenész létemre a félfülemre. Úgyhogy lehet, hogy nem volt egészen hidegvérű az úriember, amikor ez az egész történt, hogy racionálisan végig gondolja, hogy akkor én most kísérleti nyulat csinálok magamból, és nézzük, hogy hogyan változik a fülem. Hát igen, mondjuk azért, variálok az arányokkal. Nem biztos, hogy te is ezt mondjuk ennyire racionálisan reagálnád le, hogyha látnád, hogy ez történik veled, de minden esetre érdekes. Én egyébként sokkal rosszabb dolgot látok, amikor ez olyan, mint az UFO észlelés, tudod, hogy láttam UFO-t, és akkor én is, és akkor így jönnek csőstől az UFO látók, hát gondolom így a megsüketülők kommentje is. Igen, hirtelen előkeveredtek. Soha, tehát eddig soha nem hallottunk még erről az összefüggésről, egyszer elő kellett, tehát a jövő héten azt fogom mondani, hogy mit tudom én, aki egy cigarettát szív, annak fél dioptriával kisebb lett a szemüvege, kíváncsi lennék, hogy hányan írnák azt, hogy nekem is meg. Ezért javult a látásom, Fifika. Hát, hogy én ezt tudom. Ez van, Krisztián. Hát ilyen ez. De természetesen szerencsétlenség, mert ez, mivel híres emberről van szó, úgyhogy véletlenül a sajtó neki fog ugrani, mint Tóth a vadkörtének, és akkor mindenhonnan ez lesz, hogy meg fog süketülni az elcigitől, mint ahogy a maszturbálástól pedig megvakul az ember, mint tudjuk. Így van, és az 50-es években még biztosan állították amerikai kutatók, hogy ha ránéznek valakire, akkor meg tudják mondani, hogy maszturbál, vagy nem. Mert hogy az ilyen elváltozásokat okoz az emberen. Ja, hogy ez egy ilyen szofisztikált állítás, azt hittem, hogy azt mondták, hogy ha ránéznek egy maszturbáló emberre, akkor nem, meg tudják állapítani, nem, hogy nem, tehát, hogy igen, vagy nem. Ha odaállsz az orvos elé, rád néz, és megmondja, hogy te maszturbálni szoktál rendszeresen, vagy nem, mert az elváltozásokat okoz a maszturbálás. Hát a kezed biztosan izmosabb lesz. Milyen barátságos vizekre elvesztünk. Én közben olvastam a kommenteket, vagyis a kérdéseket, hogyha van, és képzeljétek el, Lackó Attila azt írja, hogy néha már ott tartok, hogy az olvasói leveleket nem hallgatom meg. Hát mi az Isten, ez Pallot a forradalom? Nem áll. Hát akkor lemegyünk adásidőbe, igaz? Lemehetünk. Szerbusztok, egy élmény volt. Köszönöm szépen. Igen. Ezt kikapcsolom. Vegyük akkor le ma az adás időt, és akkor az adás címe az lesz, hogy... Rövidre vágva. Rövidre vágva, vagy az, hogy... mit mondanátok arra, hogy 66? 66. Seggem a szádra pattan, 6. De nem, hanem akkor azt mondjuk, hogy punishment adás, vagy mit tudom, és itt rövidre vágva.
rövidre vágva. Shortcut. És akkor ezt köszönhetitek Lackó Attilának. Na, ennyi. Hát velük... Szerencsé, hogy Charlie nem egy bosszú álló típus. Lehet velünk szórakozni, csak nem érdemes. Jó, és most akkor azt fogja mondani, hogy kétszer meghallgatja az olvasói kérdéseket innentől kezdve. Aztán persze igazából nem, de sose tudjuk meg, csak nyugodtabban alszunk. Majd ebből csináljuk meg a századik adásnak a közönség találkozójának kérdéseket. Olvasói kérdésekből szemezgetünk így visszamenőleg. És igen, ha nem és... tudja, akkor az bukó, szopó. És aki hallgatja az adást, és nem tudja, hogy mi az a zaj kintről, az bizony a párásító drón, amint csekkolja a hallgatóságnál, hogy mennyi időn keresztül hallgatják az adást. Igen. De akkor én most büntetésből 2 darab olvasói levéllel kedveskednék Attilának, amit direktben kaptam. Az egyik, az, hát ez érdekes, igen. Azt mondja, hogy a kérdésem a következő. Fogyókúra versus e-liquid. Egy csoportban olvastam, csoportban, bazd meg, egy új bázisról, ami valami hidroxicitrát anyagot tartalmaz. Ez állítólag segítené a lefogyást. Hallottatok már erről? Fenntartásom van minden új adalékról levesben. Mi a véleményetek? Köszönöm a választ. 100 kilós Marek Szlovákiából. Csókoltatjuk az összes szlovák hallgatót. Marek, téged is. Én erről így off-topicként elmondanám a véleményem. Nem azért cigarettázom, vagy nem azért e-cigarettázom, mert le akarok fogyni. Hát egyrészt, másrészt meg nem azért. Mi ez? Hidroxicitrát. Hát, hogy sem. Fifika, erről nekem Fifika a citrát körök jutnak eszembe, biztos van valami köze hozzá. De ez nagyon rosszul hangzik. Hidroxicitrát szállj. Hát eljön az az idő, amikor majd így fogják reklámozni a likvideket, hogy fogyasztó likvid, meg mit tudom is én... Tápanyagos likvid nem kell lenned. Hajfényesítő, igen, C-vitaminnal dúsít, vagy mint a tojások, tudod, szelénnel és foszforral, meg ilyen hülyeségek. Én erről tudok egyébként nyilatkozni, mert van egy tuti módszerem a fogyásra, és én ugye, amikor egy évre abba hagytam a dohányzást, akkor fölmentem 120 fölé, és onnan vissza táncikáltam magamat 90 alá, és az elektromos cigivel meg nem hízom. A trükk az igazából, hogyha az ember abba hagyja a dohányzást, csak úgy, akkor de ezt mindenki tudja, tehát ezt rövidre fogom fogni, tehát nem tudsz mit kezdeni a kezeddel, meg a száddal, és azért kényszeresen nekiállsz minden szart zabálni, és innentől kezdve hízol. Nagyon egyszerűen. Nem mindenki, de a többség hízni szokott. És az elektromos cigarettával nem fogy az ember, csak leköti ezeket a fölösleges kényszer tevékenységeket, úgyhogy nem zabál annyit az ember halál fölöslegesen, és ezért nem hízol meg mellette. Az egész, én azt vettem észre egyébként, így 120-ról vissza 90 alá, hogy az egész azon múlik, hogy unalmadban eszel-e. Onnantól kezdve, hogy egy nagyon picit elkezdtem odafigyelni arra, hogy nem tudok mit kezdeni magammal, megnézném ezt a sorozat epizódot, úgy nyomognék alatta valamit, ha ezeket az apróságokat kiiktatom, olyan gyönyörűen lehet fogyogatni, hogy az valami elképesztő. Nem csinálsz, tehát a kis ujjamat nem mozdítom meg, csak nem eszem fölöslegesen. A pótcselekvést hagyod el. Na, közben utána néztem ennek az anyagnak. Ezt egy csomó olyan növény tartalmazza, melyet egyébként fogyókúrában előszeretettel használnak. Például a tamarind. Hogyha valakinek mond valamit a tamarind lekvár, akkor az, illetve a kambodzsia, ami egy igen-igen népszerű fogyókúrás. Kombucsa, kombucsa. Így, nem az kombucsa. Ez meg kombucsa. Így van. És kombucsa, igen, kombucsa. És ez elsősorban étvágy csökkentő anyag, valamint gyorsítja a metabolizmust ez a hatása,
De itt gondolom, hogy a metabolizmus az a, mert azt írják, hogy főleg a növények héja tartalmazza ezt az anyagot. Én nem gondolom, hogy ezt vépelve jobb hatásfokot lehet elérni, mint hogyha magát a növényt, vagy annak a kivonatát eszed. Tehát én ilyenkor mindig azon gondolkozok, hogy itt a fölszívódás az a szárnyalkahártyáján keresztül történik, ami valljuk be őszintén elég lassú. Tehát, hogyha azt lenyeli és a gyomrában szívódik fel, akkor sokkal jobb hatásfokot tud biztosítani. Ez ilyen parasztvakítás nekem egyébként. Hát meg kérdés, hogy hogyan működik a hatásmechanizmus, ami mint egy időben, pár évvel ezelőtt fölröppent a vitaminos E-likvid, meg ilyen hülyeségek, és aztán utána lesöpörték az egészet az asztalról természetesen, hogy a hevítés hatására a vitaminok köszönik szépen eltávoznak. Abszolút, így van. Tehát. Hogyha ilyen, akkor meg végképp csak átverés az egész. Úgyhogy én ettől azért tartózkodnék. Nem azért, mert valószínűleg abszolút hatástalan, és egyáltalán nem biztos, hogy káros, de hogy előnyét tekintve jobban jár, hogyha ezt lenyeli, mint ha vépeli, az szinte 100%. És én továbbra is esküszöm rá, kevesebbet kell lenni. Csodákat hát, művel. Igen, meg hát a szokásos varázslatok. Azt nem írom. Tehát a mozgás és a szénhidrát és cukor megvonása. Ez ilyen egyszerű, nem kell itt mindenféle varázs likvideket szívni, mert ez pont olyan lesz, mint a tízszeres áron árult menő húzal, ami kiderült, hogy sima SS húzal. Egyébként. A napenergiával működő szárító kötél esete? Igen. Ja, Istenem. Na, vigyázzunk, olvasói kérdések. Vigyázzunk, igen, mert tovább fogunk menni, mint egy óra, aztán még se lesz büntetés a Lackó Attilának. Beszélj gyorsabban, Charlie. Sziasztok. Menjünk rá a sorozatokra, és utána jöhet az olvasói kérdés szerintem. Jó. Röppenjünk rá a sorozatokra. Neked vannak jó híreid? Igen. Én azok közé a sorozat néző és sci-fi rajongók közé tartozom, akik szeretik, hogyha kényeztetik a szemét, űrben játszódó, űrhajókon játszódó, mindenféle izgalmas történetek. Űr sci-fi. űr sci-fi űrhajóval. Babilon 5. És hát, mint egy Babylon 5, de hát az is milyen Matuzsálem már, vagy a Battlestar Galactica volt, vagy a kolosszálisan jó Firefly. Vagy az összes Star Trek. Igen. És azt hiszem, hogy ebből az egész stílusból, az űrhajós sci-fiből az utolsó talán a Firefly volt, ha jól emlékszem. És már hát az is, mikor 2000-es évek elején volt. Volt újabb. Hát a Star Treknek a mindjárt mondom. Az Enterprise. Az Enterprise. De az is a körül, az is a később. Nem, az később. Később készült az Enterprise, mint a Firefly. Na mindegy, de nagyjából ugyanaz az évtized. Tehát így nagyjából, ha egy évtizedben van egy ilyenünk, akkor boldogok lehetünk kb. Úgy. Igen. Nem nagyon vagyunk elkényeztetve, és mi a fene történt, a Sci-Fi nevű csatorna párhuzamosan elindított, nem egy, hanem kettő darab űrhajós science fiction sorozatot, és teljesen odáig vagyok, el is kezdtem őket nézni. Az egyik a Dark Matter című sorozat, ami egy Dark Horse-os képregény átirata, és a másik pedig a Killjoys című, és az utóbbiről többet tudok mondani, úgyhogy megfordítanám a sorrendet. A Killjoys az egy, ha valaki nézte azt az animációs sorozatot, aminek most nem fog eszembe jutni, Cowboy Bebop, ez az, dehogy nem eszembe jut. Cowboy Bebopot, ha valaki nézte, űrfejvadászok, na ez azzal analóg, űrfejvadászokról van szó, egy teljesen különálló, megálmodott kis univerzum szegletben, teljesen kis jópofa, vicces karakterek, tehát ez igazán tényleg ilyen szórakoztató jellegű holmi. Eddig 3 epizód ment le, és engem nagyon lekötött, abszolút teljesen jó kis vicces, mókás holmi.
A másik pedig a Dark Matter, ami pedig ugye a képregény átirat lenne, az meg az a kiindulási alap, hogy fölkelnek hatan a mélyaltatásból egy nagyon problémás helyzetben lévő űrhajón, a problémát gyorsan elhárítják, és aztán amikor végre van egy kis idejük szusszanni, akkor rájönnek, hogy fogalmuk nincs, hogy ők kicsodák, és nem emlékeznek semmire. És innen kezdi kinőni magát a sztori, hogy akkor kideríteni, hogy kik ők, mik ők, mit keresnek itt, miért vannak ott, és ez egy leheletnyivel dárkabb hangvételű, de egy nagyon ígéretesnek ígérkező dolog, és nem tudom, említettem-e, űrben játszódik, és űrhajók vannak benne! Hihetetlen, hihetetlen. Egyébként, ha valakit nem az űr érdekelne, akkor a Killjoys-ban természetesen képviselteti magát a gyengébbik, nem is? Úgyhogy ezért igen. is érdemes. Egyébként, ha valakinek a sci-fi nem rémlik, akkor olyan sorozatok mennek ott, mint a 12 majom, a mondjad már Z Nation, a Warehouse 13, a Warehouse 13 Fringe ott ment, vagy az nem ott ment? Amazon sem akarok hülyeséget mondani. Az nekem most nem rémlik, de látok ilyen borzasztókat is, hogy Sharknado. Ezek több pusztán. Sharknado 3. Jaj, 1-2-3. Krisztián, egyikünknek se lett igaza. Na. A Firefly az később kezdődött, hamarabb lett vége. Na. Egy évvel. Tehát a 2002-ben kezdődött a Firefly, 2001-ben az Enterprise, és 2004-ben lett vége az Enterprise-nak, a Firefly-nak pedig 2002-ben. Mondom én, hogy nagyjából egy időben voltak igen, ezek. Igen, igen. Tehát ennyi. Úgy, de most végre meg. És akkor haladjunk tovább a timeline-on. Ha már jó hír, akkor Walking Dead S06 trélerek, 3 is kijött tegnap. Új, én nem láttam egyet sem. Ezekben a trélerekben emberek is vannak, és zombik is. Azt meg kell, hogy nézzed, akkor majd azt külön neked linkelni fogom. Meg kell, hogy kérdezzem. Űrhajó? Űrhajó sajnos nincs, de tudod, az, mikor a kertvárosban a tolóajtót becsukja az autón a nő, elsétál az autó mellől, közelít a kamera, és csak azt látod, hogy visszatükröződik az ablakon a zombi. Meg a csaj a medencében, a matracon, fürdőruha, teljesen szép, tiszta a nő is, nem koszos, nem dzsuvás, mint egyébként 5 évadon keresztül minden nő, és a víznek a szélén meg ott a zombi. A keménység, keménység. És ugye augusztusban amúgy is jön a Fear of Walking Dead, és zsírság lesz. A másik, ami most nagy kedvenc nálam, az unalmamban letöltöttem a, nem is tudom, te mondtad, de vagy csak rá greppeltem nem erre a voltam, Linux distróra, Orange is the New Black. És láttad? Én nem, mert ezek a börtönös sorozatok, ezek engem nem, ez ne, ez nem, nem mozgatnak ez meg. Ez nem olyan. Ez nem, mi volt az a nem a szökés, meg nem ilyen kaliberű, hanem az a teljesen faramúci helyzet, amikor egy fiatal csaj egy 10 évvel ezelőtti botlásáért bekerül a börtönbe, és tudod, hogy hogy éled meg azt a közeget, ami na. Tudod, ez a gazdag csajszi bekerül a börtönbe, és hogy miket élsz át, mit látsz, milyen tapasztalásaid vannak, úgyhogy ez az, ami ott engem megfogott, és van belőle már 3 rész. Úgyhogy ezért. 3 rész, 3 évad. Bocsánat, 3 évad, igen. Igen. Fifika, meg, tehát ti most így vagytok párban. Egyszer te hullasz ki, egyszer meg a Fifika. Libikókázunk, igen. Igen. Úgyhogy jó az az Orange is the New Black, a második évad elejét darálom, és ezek végre nem ilyen 30-35-40 perces, hanem 50-valahány perces epizódok, úgyhogy ez nem az, hogy egy éjszaka ledarálsz egy egész évadot, hanem igen, ezzel meg kell küzdeni. Na majd, ha minden elfogy, akkor majd egyszer bepróbálom. De én tényleg nem is a Prison Break-re gondoltam, mert az igazándiból nem is börtönös volt, az csak helyszín, meg dramaturgiai eszköz volt a börtön.
lehetett volna máshol is, hanem ezek az ilyen fél realitybe, tehát komolyan vesszük a börtön típusú. Valahogy azok engem nem mocorogtatnak meg. Már ezek, amik Discovery-n meg ilyen csatornákon mennek és bemutatják Azok sem, meg volt még valami más is ilyen börtönös sorozat, ami ilyen áll reality bigyó volt, hogy ami komolyan veszi magát, tehát ilyen drámavonalra megy el és börtönben játszódik, az nem tudom, az nem. Én nagyon szeretem, hogyha nagyon szépen vannak fényképezve a filmek, és ugye HD-n az ki is jön rendesen, és így True Detective-nél néha így elolvad az ember, annyira gyönyörű képek vannak, meg más sorozatokban is, és egy ilyen börtönösbe ezek nekem nem annyira jönnek ki. Tehát, hogy a szürke falat ultra nagy felbontásba tudom nézni 150 ezredszerre is. Nem tudnám megmagyarázni, de lehet, hogy ezért nem bírom ezeket. Amitől viszont jobb kedved lesz. Láttad Ricitas véleményét az e-cigiről? Nem, még nem. Nagyon komolyan odalép a TPD-nek, és a másik vagy ezt csak keverem a fejembe, hogy Hitler is megmondta talán mostanában a véleményét ezzel kapcsolatban. Igen. Sírtam mind a kettőn. Szerintem részét azt be fogom rakni a heti merítésbe videóba. És akkor, amíg Fifika vissza nem jön, szerintem szakadjunk rá az olvasói kérdésekre. Jó, van még egy levél, nem? A másik levélben Ricitasnak volt a videója. Azt kaptam. De akkor menjenek a kérdések. Menjenek. Matula Zoltán kérdezte. Olvastátok Farsalinos doki legújabb tanulmányát? Vaperek és nem vapereket vizsgált, illetve az e-cigaretta által a szervezetükbe vitt nikotin mennyiségét, eloszlatva például azt a tévhitet, hogy aki most kezd vépelni, csak a likvid párásításával ki tudja nyírni magát nikotin túladagolással. 24 vaper és 23 dohányos adatait vetette össze. Fura volt látni, hogy az emberekben, inkább úgy mondom, embereknek idő kell ahhoz, hogy megtanulják a vépelést, például legalább 3 hónapja vépelő tesztalanyok átlagban dupla olyan hosszú slukkokat vesznek, mint a dohányosok. Ez is lehet az oka annak, hogy idővel sokkal csökkentik a leves nikotintartalmát, mert megkapják a nikotin adagjukat, csak hosszabb és több slukkal. Ezt olvastad ezt a tanulmányt? Én ezzel nem találkoztam, nem tudom, hogy új-e, de neki már voltak ebben a témában ilyen vérnikotin szintes elemzései, úgyhogy lehet, hogy ez, aztán lehet, hogy van most ez egy még újabb, akkor nem találkoztam még vele, de igen, ez így van, hogy például nekem is meg kellett tanulni, hogy másképp kell szívni az e-cigit, és tényleg beletellett nálam is nem kevés hétben, mire kialakult a megfelelő mechanizmus, szopó mechanizmus, hogy úgy mondjam, ami a leghatékonyabb volt. Én egyébként nem gondolnám, hogy azért szív valaki alacsonyabb nikotintartalmút, mert hosszabb ideig slukkol, és hogy én szerintem annyit sosem, az elején szívtam talán 12-esből annyit, hogy már majdnem túlszívtam magam, és azért hagytam abba, de nem tapasztaltam ezt, és sajnos ezt a tanulmányt sem is merem, nem olvastam, úgyhogy legközelebb léci linket is tegyél be, és akkor át tudjuk azt előtte futni. Hát erről a nikotinról ugye a szintén Farsalinos doki mutatta ki, hogy közel fél órányi folyamatos elcigizéssel lesz olyan vérnikotin szinted, mint hogyha elszívnál egy szál erősségben nagyjából passzoló cigarettát. És én sem gondolom azt, ahogy te sem, hogy azért csökkentjük a nikotintartalmat, mert a nagy slukkokkal több nikotint viszünk be, mert hiszen akkor nem lenne igaz Farsalinos doki előző állítása. Egész egyszerűen arról van szó szerintem, hogy a szervezetbe bevitt, dohányzással bevitt nikotin mennyiség, az lényegesen több, mint amennyit a nikotin függőséged miatt be kéne vinni, viszont az egyéb szíves függőségek miatt, aki többet dohányzik, az többet dohányzik, de nem azért, mert arányosan több nikotinra van szüksége. És amikor elkezdesz elcigizni, és a pszichés függőségedet szépen kiváltják ezek a dolgok, akkor beüt a nincs szükséged már egyáltalán annyi nikotinra, és egy ilyen csökkentett minimális szint beáll.
Ez most jó tudományosan hangzott, nem, de hogy az én elképzeléseim szerint valami ilyesmi mechanizmus mehet végbe. Egyébként szerintem én azért hívom, vagy azért szívom tovább nagyobb slukkal, mert jobban ízlik az a tömény és nagyobb gőzmennyiség, mint hogyha több aprót slukkolnék, mint mondjuk a cigarettából, hiszen ott nem azért, nem az íze miatt szívtad te se a cigit. Igen, nem. Van. Jó nagy kövér slukokat szépen meg lehet forgatni a garatba, a korai, késői ízek is szépen érvényesülnek, úgyhogy igen. Mint a pálinkánál, ez az elő- és utópárlat. Volt még kérdése egyébként. Azt mondja, hogy remélem így ebben a formájában még nem volt téma, ha igen, ugorjátok át. Számotokra mi egy jó dripkazán ismérve? Ti mire figyeltek, amikor megvesztek egy ilyet? Számít-e a nagy puffertér, a befogadójukak mérete, az állítható levegőzés, elég a duára tekerhető, vagy kell a quad? Te nagy drip rajongó vagy, úgyhogy szerintem kezd te. Én rossz állatorvosi ló vagyok ebből a szempontból, mert hogy én ugye megálltam a Pelszónál, és előtte voltak ilyen klón kísérleteim, amikor kóstolgattam a drippelést, hogy úgy mondjam. Jaj, Fifika közben telefonál. De nekem azok nagyon nem jöttek be. Én azt vettem észre, hogy a kínai klón drippereknél az összesen rendre az volt a bajom, hogy a külsínyekre nagyon-nagyon figyelnek, a belsejét meg úgy rakják össze, hogy vagy szerelhetetlen, vagy a szellőző, levegőző lyukakat fúrják olyan hülyén, hogy nem ott van, ahol az állító gyűrűn van a luk. Tehát ilyen teljes káosz volt az egész, és nem is nagyon tetszett nekem ez a dolog. A Pelszóval viszont, mint az közismert, nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. És hogy a többi kérdésre is válaszoljak, nekem igazából már a duál is sok. Tehát most egy fél évig duálba tekerve szívtam, de igazából pont olyan jó hatásfokút meg tudok tekerni single coil-lal is, és kétszer annyi ideig bírja az akkumulátorom, ami azért nem hátrány. És az nem árt, hogyha van némi puffer, és nem kell három csöppenként újra csöpögtetni, tehát egy ilyen jó 20 csöppet bírjon el, egy 10 percig tudjak már drippelgetni vele. Mi volt még? Kifelejtettem valamit? Befogatójukak méretet, hát gondolom, ami alá a vezetéket rögzíted, az ugye a Pelzónál az ki van lőve, mert ott nem befogatójuk van. Igen. Állítható igen. Levegőzés. Jaj, a befogató lukakat, azokat nagyon gyűlöltem mindig, mert hogy pláne, hogyha van oldalfala a kazánnak, és akkor egy kicsit sréhen kell beletenni, de igazából nem egy oszlop az, hanem egy cső van megcsinálva, és elkajlul a fűtőszálad vége, és lemegy a csőbe, nem talál ki a túloldalt, tehát az emberkínzás, amit azokkal csinálnak, az nagyon-nagyon gyűlöltem, ezt a fölülről rácsavarod a csavar fejét, és odaszorul, az nekem az jött be. Én pont fordítva vagyok egyébként ezzel, akkor az én pontokba szedett véleményem. Mi egy jó dripkazán ismérve? Én azt szeretem, hogyha, és a végére ráugrok, elég a duál tekerhető, vagy kell a quad? A quadot összetudom egy kezemen számolni, hányszor tekertem, szerintem napi használatra felesleges. A Pelzót én duálba használtam, úgy nagyon szerettem, viszont a befogató lyukak szerintem, hogyha kettő coilt raksz bele, akkor komfortosabb, hogyha bocsánat, hogyha át van fúrva az oszlop, és nem így kell, mint ahogy a Pelzónál, mert a középső pozitívhoz ott már mikor kettőt kell egyszerre fognod és ráfeszítened, akkor az ott el tud rendesen mozdulni, és épp ezért én mindig nagy challenge-be vagyok, én még mindig keresem az igazán patent dripkazánt, ami nálam úgy néz ki, hogy egy pozitív, egy ilyen T-alakú pozitív elem, amiben két külön furat van, és két negatív, amiben szintén két furat van, és én azt szeretem, pont azért, mert akkor így külön lehet rögzíteni, és mégis a pozitívon vannak, tehát két külön lyukba kerül a két pozitív láb.
viszont pont a kínainál kell arra figyelni, hogy ők arra nem nagyon fektetnek hangsúlyt, hogy hol van a furat, hol van a csavarnak a középtengelye, és pont volt már nálam olyan kazán, ahol annyira el volt mászva a csavar középtengelyétől a furat, hogy ahogy megtekerted, megszorítottad a lábát, a csavart, ahogy ráhúztad, az gyakorlatilag a... El is vágta? Nem vágta el, hanem bekerült a csavaranya, meg a menetes oszlop közé a menetbe, és gyakorlatilag el akarta volna nyesni, de nem úgy állt a tekerés, ahogy kellett volna. Ott szórakozni kellett vele. Úgyhogy én azt szeretem, ami 4 furat van. Aztán ott eldöntöm, hogy egy tekerést rakok bele, vagy 2. Legyen kicsi belülről a maga a kazántér. Az ízek sokkal intenzívebbnek érződnek számomra, és hát a puffertér az ilyen szempontból tökre kellemes a Pelzónál, mert tényleg tudod, attól függően te is, hogy milyen vattázást teszel bele, de az a 20 csepp, az tényleg gond nélkül bele tud szaladni, és az kellemes, kényelmes drippelgetni is. Állítható levegőzés az nekem nem volt sosem mérvadó, mert én a Pelzóról is levettem azt az állítógyűrűt, tehát én anélkül használtam. És a dual tekerés, vagy a quad, azt meg már leírtam, hogy mi a mondásom erről. Következő. A múlt heti javaslatom megfejelem, szintén Matula Zoltán fejel. Épp újra nézem az Archert, sírok minden epizódon, viszont szigorúan csak angolul. Azt, hogy a szóvicceket nem tudják lefordítani, az egy dolog, de néha olyan utalásokat, amiknek igen jó poén értéke van, sem képes a szinkronfordító értelmezni, és sokat veszít a sorozat emiatt az értékéből. Hát ezt csak alá tudjuk támasztani, helyeselni tudunk. Én még mindig nem jutottam el az Archerig, de igen, ez csak... Hát általánosságban mondtam én is most ezt a helyeselést. Abszolút egyetértek vele, eredeti sorozatot csak eredeti nyelven. Rengetegszer van az, hogy annyira jó szándékúan vagy figyelmetlenségből, nem tudom, hogy miért, de magyarul hallgatva a dialógus bugyuta. Nem jön át igazándiból a mondani való, és ha meghallgatod ugyanazt eredeti nyelven, akkor tök kerek az egész, és a helyén van. És akkor tényleg, amiről a kedves hallgató említést tett, hogy a félrefordítások és az egyértelmű utalások és egyebek észre nem vétele, az még idegesítő, úgyhogy szigorúan eredeti nyelven javaslom mindenkinek. Aki ne adj Isten nem tud angolul, annak viszont remek angol gyakorlás az egész, hogyha elkezdi az eredeti nyelven magyar felirattal, és aztán amikor már egy kicsit magabiztosabb, akkor átvált az angol feliratra, aztán esetleg elhagyja azt is később. Én egyébként úgy szeretem nézni, tehát nálam az angol felirat a nyerő. Egyrészt azért például, ha te nézed a Last Ship-et, nézed? Uh-huh. Ott például botrány, ami a felirat fordítóknál megy, tehát én nem is hagynám ezt, hogy 4-5-6-8-10 sorozatot fordítson az ember egyszerre, mert nem jut rá ideje. Tehát most is 7-es csúszásokban vannak a felirattal, és most van kinn a második évad első második része. Én ennyit nem fogok várni feliratra. Viszont az angol felirat, az hamar megvan, és ad egy olyan fokú biztonságérzetet, hogy ha valamit nem értesz, akkor még mindig ott van a felirat, és ez viszont kurva jó, hogy meg is bizonyosodsz arról, hogy igen, az úgy van, azt jól hallottad, és mégis rohadt sokat segít szerintem tanulni is a nyelvet. Az nagyon-nagyon-nagyon. És ahogy te is mondod, mankónak zseniális, hogy ott van, kiváltképp az első időkben, mert mindig oda tudsz pislantani, vagy ha ne adj Isten egy olyan sorozatot nézel, ahol nagyon durva angol tájszólással beszélnek, és vagy gyorsan, akkor azért jó, hogy ott van. És egy idő után meg az ember elhagyhatja a mankót. Én nem is tudnék egyébként angol, de az élőnyelvi beszéden kívül nem is nagyon tudnék jobbat javasolni jelenleg. Hát egy sorozat van, amit magyar felirattal nézek dedikáltan, az a Big Bang, mert ott olyan szakszavakat mondanak, hogy azt mire fölfognám, addigra már rég arrébb van a dialógus, tehát
szerintem azzal küzdenek egyébként a fordítók is szegényként, úgyhogy ennyivel támogatom őket, hogy megnézem a magyar felirattal. De például én azt mondom, hogy inkább először angol felirattal nézd, és utána még, ha megnézed magyarul, akkor még egy olyan visszacsatolásod is, hogy aha, ezt nem jól gondoltam, ez nem jól van, ez nem így van, nem úgy van, és akkor még mindig vissza tudsz ugrani az angolra. Szerintem angol, magyar, és úgy a fasza. A következő kérdés... Erős Gábor Tamás. Nekem az a bajom, hogy akárkivel kipróbáltatom a vépelést, szinte mindenki köhög tőle először, én is köhögtem, de ugye a cigitől is, ezért nem fordítottam rá nagy hangsúlyt, el is múlt. Viszont nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy ez jó. Tapasztalatok esetleg vannak, hogy mi köhögteti az embert a nikotinon kívül, mert először mindig max. 6-os leves nyomok a szájukba. Illetve ha tudtok valamit az osztrák helyzetről, én arról is szívesen hallanék, mert a német nyelvtudásom még kevés, hogy utána olvassak, angolul és magyarul viszont nem találok semmit. Amit tapasztalok, hogy a legtöbb trafikban lehet venni készülékeket és folyadékot is, bár a folyadékok nagyon gázok, minimum 50 pg, és ebben nincs bent az aroma, ami valószínűleg ugyancsak pg, vg, max 30%, és előszeretettel vizeznek mindent, amitől semmi ízük nincs, és a gőzük még annyi sincs, sőt most sikerült vennem egy folyadékot, amiben alkohol van. American Starts a neve, és a lengyelektől jött, ha fontosnak érzitek ezt az infót, hát mindenféleképpen, de nagy volt itt a csapongás, úgyhogy megyek az elejétől újra. Köhögés, hogy ez mitől van. Én hatossal nem is tudtam még embereket megkóstoltatni, és a hármastól is köhögnek, mert azzal a cigarettázási metódussal kezdik el szívni, mint a hagyományosat, úgyhogy tényleg erre jó lenne valami. Mert én csak annyit tudok neki mondani, hogy lassan szívd és szájba is, és kisebb slukkot, de nem tudom, hogy erre neked van valami jó ötleted, vagy sem. Nincs jó ötletem, nekem pont a múlt héten, vagy a múlt hét előtt nemrégiben történt, hogy egy dohányos barátommal iddogáltunk a kertemben, és mondta, hogy na, hadd kóstoljam már meg, és olyan régen nem adtam szűzkézbe az elcigit, hogy már is feledkeztem róla, hogy a tüdejét ki fogja köpni szerencsétlen, úgyhogy elfelejtettem figyelmeztetni rá, és az öreg, hát velem egyidős srácról van szó, és nagyjából ugyanakkor kezdte a dohányzást, mint én, tehát a tinédzser kora közepetáján, és tényleg, hát a könnye kicsordult, akkorákat köhögött szegénykém. Figyelmeztetni kell az embereket, hogy ez másképp működik, nem fog menni elsőre, és igen, a kezdeti időszakban ez igenis megköhögtet, aztán meg nem. Szerintem ott valami másképp is ingerli egyébként a PGVG a nyálkahártyát, meg az aromák, és az még rátesz erre egy lapáttal. De megszüntetni nem lehet, tehát a friss, szűz torkú, szűztüdejű elcigivel ismerkedő ember azt köhögni fog. Erről az osztrák helyzetről te hallottál valamit? Mert én nem. Arra mindjárt mondok valamit, még az előzőre elmondanám azt, hogy azt viszont elfelejtettem, tehát aki átáll és kezdő elcig is, az meg azért köhög, mert szabadul föl a tüdejéből a rengeteg szmötyi, hát úgyhogy azért van az a néhány hétig köhögés. Igen. Az osztrák helyzetről azt tudom mondani, hogy most nem emlékszem, hogy mi van Ausztriában, azt tudom, hogy ott volt valami, és mintha valami törvényjavaslatot akartak volna, amit aztán a helyi egyesület megtorpedózott, de nem akarok hülyeségeket beszélni, inkább azt tudom mondani, hogy jövő hétre megkérdezem az osztrákoktól, hogy mi a helyzet náluk, és akkor precíz beszámolót tudok tartani róla, mert hülyeséget nem szeretnék beszélni, és tényleg ilyen foszlányosak az emlékeim. Oké, akkor már megvan egy pontunk a jövő hétre. A Liquiddel kapcsolatban, hát nem nagyon tudunk mit mondani, szar mindenhol van, itthon is. Azt viszont hozzátenném, hogy víz mindenképpen van benne, és ha víz van benne, attól nagyobb a gőze, nem kisebb, tehát egy pár csepp víz az csodákat tud tenni a gőzfejlesztéssel, tehát az nem úgy van, hogy sok víz van benne, és nincs gőz. Ezt a folyadékot meg nem is használtam. Az, hogy előszeretettel vizeznek mindent, igen, attól nem lesz íze, de kis ellentmondás van, mert ugye, ha kevés a végé benne, akkor a PG-nek, ugye, ami az ízvivő, annak
ugye jobban kéne szállítani az ízeket, tehát ott az szerintem inkább a likviddel van valami elkapálva. Az osztrák kérdést azt meg jövő héten meg fogjuk tárgyalni. Itt van még Molnár Marek kérdése, de ezt ugye megbeszéltük, úgyhogy ennyi. Fifika írt neked egyébként, hogy... Telefonálni próbál, csak nem tudtam fölvenni, mert pont beszéltünk, SMS-t írtam neki, de arra nem válaszol, de így néha hallom Skype-on, hogy fölpittyen és lepittyen. Aha, próbálom behívni egy folytába, de akkor ezek szerint sikertelenül. Akkor te pittyogtatod. Ha gondolod, fölhívom gyorsan, és elmondhatjuk, hogy mi történt vele, de egyébként a technika ördöge elszólította tőlünk szerintem. Jó, próbáld meg, hív föl. Okidoki, addig mesélj valami izgalmasat. Jó, hát ami izgalmas lehet még, az annyi, hogy van itt egy új Markbox kazán, amit sajnos kézben nem tudtam venni még, mert annyiba kerül amennyi, 160 euró, és egyébként nincsen sajnos robbantott fotó róla, csak az összeszerelt állapotról, illetve magáról a készülékről. Ez direkt, ahogy nézem, Markbox méretű, tehát arra a testre passzol, és valami Kaifun rendszerű lehet, és ugyanúgy, mint a Kaifun, tehát fémmel és plexi palástal is. A GEM a neve, a fantázi neve ennek az egésznek, tehát GEM, és ez egy újraépíthető tankos rendszerű kazán, amit a román Markbox cég készített, és ahogy látom, SS tank, tehát nem azt mondom, hogy menekültek a titántól, de költségcsökkentés ezen mezsgyére léptek, és a levegőzést, tehát a 0 mm-t azt hiába akkor el van zárva, 2,5 mm a maximum, amire ezt ki lehet nyitni, és azt mondják, hogy egy nagyon kellemes vépelési élményt nyújt, mindössze 160 euróért. Egy ilyet látott valaki, volt egy ilyen ismerősöm, aki látott olyat, akinek volt ilyenje, Andornak biztos lesz, úgyhogy Andor a Salisz után ezt is elküldhetnéd. Egyébként azt hiszem, hogy talán Dudának volt ilyen, vagy van ilyen készüléke. Az a kép, amit látok róla, hogy plexi van rajta, az belülről kopra úgy néz ki, mint egy régebbi Kaifun, vagy inkább azt mondom, hogy mint egy Typhoon, mert darabszámra az alkatrészek számával szerintem a Kaifun 4-je úgysem fog senki tudni vetekedni. Szép egyébként, szép. Olyan, mint a Salisz lenne. Tehát ilyen homok fújt a külseje. És jár mellé, ahogy nézem, egy natív csatlakozó, amivel rá tudod direktben a Markbox-ra tekerni, és jár mellé egy 5-10 csatlakozó, levegőcsövet látok, talán csak olyan pici ez a kép, hogy nem igazán tudom kivenni belőle, és mint a Kaifunnál egy üveg, egy plexi és egy fém palást. Az űrméretét nézem, de azt, igen, üvegtankkal 4 milli, SS tankkal 5 milli. És azt... Merész ez így a TPD előestéjén. Igen. És azt mondják, hogy 21 milli átmérő, 22 milli, hogyha 5-10 csatlakozóval használod, és akkor egy ilyen 22-es ringet, gyűrűt még az aljára rá tudsz tenni. És várjál, csak azt írja, hogy két üvegtank van hozzá, egy SS tank, akkor az nem műanyag, hanem két üveg, egy SS, és 21-es gyűrű, 22-es gyűrű, báziselem, és a többi, és a többi, és a többi. Egy év garanciával, normál feltételek mellett, PayPal-lal fizetve, csókoltatjuk azt, aki ezt megveszi 160 euróért, Andor küldje gyorsan.
Ennyi lenne. És vigyáznunk kell, mert már másfél óránál tartunk, aztán nem lesz itt büntetés senkinek, úgyhogy szerintem fejezzük. Gyorsan fejezzük is be. Fifika mindenki csókoltat, az történt vele, hogy eldurrant az utcán a trafóház. Elég lett volna Lackó Attilának, hogyha szól, hogy hosszú az adás, nem kell ilyen partizán akciókat. És akkor figyelj, de ez most szó szerint adás cím rövidre vágva. Tehát itt kész. Minket bojkottálnak. Jó, akkor Fifikának így a távolból, neked pedig innen adáson keresztül köszönöm meg, hogy itt voltál, beszélgettünk megint egy jót, egy nap csúszással, Andor, ezt nem tudom, hogy fel tudta-e tegnap dolgozni, sietve ki fogom tenni, és akkor jövő hétre megnézzük ezt az osztrák dolgot is, illetve te utána kérdezgetsz az ismerősöknek. Mi pedig akkor köszönjük szépen, hogy végighallgattatok minket. Sziasztok! Köszi, sziasztok!